Hoppá! Ez jól néz ki. Ez még azokból az időkből való ez a Tiger, amikor még mertek színeket aggatni a triumfokra. Az egyik legmenőbb ez az almazöld. Ugye ez a 955-ös, hogyha jól gondolom, amit puskáznom kell, igen. Ez még azért nem a triumfnak az a korszaka, amiből a street triple jött. Tehát, hogy én onnantól számítottam, amikor tényleg japánokkal összevethető megbízhatósága lett a triumfnak, de olyan túl sok problémát, tehát erről se hallottunk, mert ebből meg ugye nem nagyon volt annó ebből a 955-ös. Szerintem maga mechanikailag a blokk az nem feltétlenül egy nagy veszélyforrás. Bár láttam belőle csapágyast, de mindent tönkre lehet tenni, csak szándék kérdése. Ami nekem nagyon tetszenek ezek a Tigerek, itt elfogult vagyok ehhez a zöld, meg maradt egy karomnyom, meg úgy jól néz ki, de nehéz, mint a sár. Brutális, úgyhogy ez is, bár úgy néz ki, mint hogyha ezzel simán nyelni legyen Párizs-Dakart, mondjuk fél hatkor, de nem. De valószínűleg sikerülni fog. Ez is egy viszonylag nagy, nehéz motor, hogy az erőforrás az a nettó nem enduróban lett kifejlesztve, ez még annak idején a speedekben, meg egyebekben, meg 955-ös Daytonákban is ez a blokk volt. Ez meg a Triumphnak az az időszaka, amikor egy blokkal oldott meg elég sok mindent. És ez egy falsúlyos jármű. Tehát a terepmotor klasszikusan nem jó, ha nehéz. Ezzel, hogyha majd terepre mész, akkor rájössz, hogy ott a súly az nem egy nagy barát. De különben csinos, tehát ugye jönni-menni, többször gondoltam már rá, hogy veszek ilyen Tigert, azt egyszer se vettem. Kami késik? Kawasaki versus 650. 650? Legyen annyi? Ez bőven. Ez egy millió fölött van. Hopp! Én csodálkoztam, hogy 650 versus van már 1 millió forint alatt, bár szerintem az barokos túlzás, hogy 1 millió forint fölött van. Szóval átléptük az 1 milliós kategóriát. Az 1 millió forintos álomhatár. Álomhatárt, igen. Ez azért mondja, hogy álomhatár, mert Peti akkorát ásított az előbb, hogy szerintem. Hogy ki kell vágni. Igen, tehát álomhatárt átléptük, kérlek szépen. Hát mit is lehet elmondani erről a motor, ennek is 17-es első kerekeben, és az előbb már itt letettük a voksunkat amellett, hogy a 17-es első keréknek a terepadottságai meglehetősen korlátozottak. Nem, ez legalább nem is akar az lenni, nem is akar terepmotor. Ez is inkább ez a fánduró kategória. Ez a fanbike ez inkább, mint duró. Hát fanbike, igen. Tehát, hogy jó vele menni, különben egy ilyen hosszú lábakra eresztett R6-os. Azt, hogy mondjuk ennek az elején, tehát azért ennek az elején is el lehetne lamentálni. Én tudom már, hogy az én ízlésem pocsék, nekem ez se jön be különösebben így előről. Igen, ez a mozdonyfejidom, ez valahogy... Mentem ilyen motorra, kicsit lebegett, lobogott, persze akkor azt hittem, hogy csak, tehát mondjuk le lehet mondani, hogy kényelmes futómű, de azért tud egy kicsit huppogni, bár lehet, hogy az... Igen, ezek a négy dugattyús úszónyergek, ezek sem mondjuk a... Hát az oldalanként kettő, összesen négy. Igen. Akkor mondani, két dugattyús úszónyergek, igen, ezek. Hát nem egy atomvillanás. Nem egy különösebben kifinomult jószág, de nem is az a kategória, ez egy belépésszintű motor. Maga a blokk az elpusztíthatatlan, de ez igaz erre a sor 2-es 650-es Kawasaki blokkba bármilyen csomagolásba veszed. És szerintem úgy megtanulni rajta a motorozni, ütni, vágni teljesen jó. Abszolút. Igazából ez egy praktikusabb naked. Jó. Lapozzunk. XT. XT660R. Hát, hogy az R-t azt gondolom viccnek szánták, mert ez minden csak nem R. Ezt nem tudom, meg kéne nézni a súlyadatokat, mert ennek az XTX, tehát a supermoto változata az valami 170, nem tudom hány kiló, majdnem 180. Itt az álomhatáron belül. Szerintem ránézés, ez se sokkal kevesebb. Tehát az, hogy egy egyhengeres kvázi endurót hogy tudtak ilyen nehézre gyártani, azt máig nem értem. Igen, az rejtély. Ettől függetlenül elég nagy tábora van Magyarországon is az XT-knek, a szupermotóknak is, nyilván azért, mert egy eléggé stabilbíró konstrukció ez is. És amit erről érdemes tudni, hogy ez például ez a 660-as Minarelli blokk, ez 650-es Pegaso néven vendégszerepelt utána az Aprilia kínálatában, úgyhogy Aprilia az mindenkivel összeállásodat tud nézni. Igen, és az XT is olasz gyártás volt, jól emlékszem.
Úgyhogy ez egy hosszú lökettű blokk. Csőgő. Alsó fordulaton tudja dobálni a láncot rendesen. Csabi. Benne volt. Ez a kakuk tojás. Nem akartam, de benne volt. Hát most erre mit mondjak? Valamelyik Honda. Honda és hondás. Tehát érzitek az összefüggést. Meg az én, most azért látjátok az én sanyarú sorsomat. Hát ez itt az elrettentő példa. Egyébként ez egy baromi jó motor, ez ráadásul egy frissített CBF 1000, de nem túrenduló. A Transalp viszont az. A Transalp még egyszer föl van a listánkon, egyszer már volt. Ez már... Igen, mert ez a 2008 utáni befecskendezős típus. Na ez az, amiről hitelesen tudok nyilatkozni, mert még amikor a nagyszány alatt tevékenykedtem, akkor egy ilyenbe belevertem szerintem egy évben 10 pár ezer kilométert. És szerettem egyébként. Tehát ott jöttem rá, hogy egyébként nem minden a sportmotor, mert hogy ezzel simán elárogattam esőbe is például. Emlékszem, hogy 2008 nyara az különösen esős volt, mert minden egyes úton rongyáztam rajta. 65 ló, ugye ez már bevecskendezés, azt már mondtam. 19-es első kereke van. Tehát egy olyan pont jó kompromisszum arra, hogy azért le tudsz vele menni az útról. Azt tudom, hogy az alja az elég hamar fölkoppan, tehát hogyha így van rajta súly is, meg viszonylag puha a futóműve, akkor elég be tud ülni a futóműve. És szerintem ezek a gyári Honda dobozok majdnem annyiba kerülnek, mint maga a motor. Hát, vagy akkor is kerültek annyiba, egyébként volt olyan akció, hogy adták hozzá. Na, úgy már az a jó deal. Tehát ez is mondjuk dobozok nélkül azért itt is azt tudom elmondani, hogy korlátozottak a túrakapacitásai. Úgyhogy... Á, viszont ami fontos, hogy ez is már egy ABS-es verzió, egyébként volt még ABS nélkül is ott az első néhány évjáratban, de úgy gondolom, hogy az egy fontos dolog lehet itt a választásnál, hogyha már itt a millió fölött nézelődünk, hogy akkor már tényleg legyen a motor ABS-es, mert... Igen, még amikor Hardcore Superbike magazin újságíróltam, akkor még lamentáltam azon elég sokat, hogy ez az ABS, ez tényleg csak a gyengék fegyvere, de most már azt mondom neked, hogy nem feltétlenül. Ha lehet ABS-es motort venni, akkor nem kell ABS nélküli motort venni. Így van. Hoppa Tiger! Hát ez a Tiger, ez a 1050-es Tiger már, ez ennek is 17-es első kereke van, tehát ugyanabba csoportba esik, gyakorlatilag ez is egy inkább ilyen fanbike, nem nagyon enduló ez. Ahogy látszik, hogy itt is éppen egy versenypályán dűtik. De egész jó kis motor, egyik komának van, mondjuk annak széthullott a váltó, ez lefogazódott, nem is tudom melyik fokozat, elég csúnyán. Érdekes módon váltót lehet hozzá baromi olcsón venni, bontott váltót. Ez viszont azt feltételezi, hogy a főtengely és egyéb helyeken is előfordulhatnak problémák vele. Úgyhogy nem tudom, hogy mi ennek az oka, de ez csak egy ilyen összeesküvés elmélet volt, úgyhogy most arra vár az a 1050-es, az arra vár, hogy új váltót kapjon, és akkor utána feltetőleg suhan megint. Tovább menni jó vele. A futóműve megfelelően puha, úgyhogy lehet vele sportosan menni, de azért a terhelésváltással azért óvatosan. Jó az ajhatás. Radikális fék. Igen. Viszont szinte azt mondanám, hogy egy valódi alternatíva, hogyha mondjuk neked az újabb generációs multik nem jönnek be. Így van. Az NC700. Adjál villát a szemembe! Na ez az a Honda, amit még én se annyira kedvelek. Pedig én aztán kedvelem a Hondát. De nem tudtam soha megérteni ezt a legenda úgy szól, hogy az NC700 blokk az egy jazznek a kettévágott, egy négyes jazznek a kettévágott bokjából alakult ki. Hát a dugattyú az hasonló méret, de vagy a furatlöket. A furatlöket, igen, így van, abból származik. Hát ezek a válság időszakában jelentek meg a Hondánál. Érdekes módon a Honda teljesen máshogy reagált arra a 2008-as év 9-es piaci helyzetre, és létrehozott egy ilyen modellcsaládot, amik ránézésre az is, hogyha ezt most nem látod rajta, de például ebben egy injektorfej van, egy szívócső van, és egy kipufogó, tehát egy könyök jön le belőle, mert közösítve vannak hengerfej szinten itt a leömlők, tehát mindent, amit nem volt muszáj megcsinálni, azt valahogy elsporolták rajta. Ezt most nem lehet szebben mondani, egyszerű csőváza van, egyszerű zárszervény lengővilág van. Maga a motort nem tartom csúnyának, tehát nem a dizájnnal van probléma. A teljesítménye
ugye a Hondának ebben az időszakban volt egy a mondása, hogy ők statisztikát végeztek, és rájöttek, hogy nem használják ennél magasabb fordulatszámon az emberek általában a motort, úgyhogy az nem is kell, úgyhogy ezt levágták. És tulajdonképpen itt, amikor elkezdened élvezni igazán a motorozást, ott lekapcsolja a villanyt azonnal. Igen, gyakorlatilag úgy működik majdnem, mint egy dízelautó. De igazából ez tényleg az a tipikus kommuternek szánt motor, ami munkába járásra lett kitalálva. Ugye a tankja az gyakorlatilag az ülés alatt van, a tank helyén meg van egy sisaktartó, amiben belefér talán egy integrális sisak is, vagy csak egy orgó. Igen, és ott változott meg nekem alapvetően a véleményem az NC700X-ről, hiszen fél literes sörből több mint egy tucatot bele tudtam pakolni. Tehát ennél praktikusabb motort keresve se találhatnál, tehát azt gondolom, hogy ez egy valódi alternatíva lehet a te életedben. Ha önmagában felülsz egy ilyen motorra, kipróbálod, és neked nem hiányzik az a felső tűz belőle, és alacsony fogyasztás kell, alacsony üzemeltetési költségek, praktikum kell, végülis ahogy már mondom, szerintem ez egy csinos motor, de azért ilyen Európa kerülő túrákra én nem feltétlenül 50 lóerővel indulnék el. Így van. Viszont jóléti országokban gyakorlatilag ez a futároknak az általános munkaeszköze szinte, mert ez képes ilyen 3,5-4 litereket fogyasztani. És mondom azt, hogy van csomagtartója, az egy komoly érv mellette. Tehát most viccen kívül a sisaktartója az egy viszonylag öblös dolog. Ha te standard módon viszel dolgokat, akkor érdemes a NC700X-szel számolni. Illetve ugye ebben jött be a DCT váltó. Igen, hát az meg aztán végképp, tehát egy budget motorba raktak egy űrtechnológiát, az önmagában fura. Viszont népszerű, meg hát most már ugye látjuk itt a piaci trendeket, hogy amiből van DCT váltós, abból már több fogy automata váltóval, mint a normál Eddig váltóval. Nem minden esetben előnyös. Igen, az automata. Ez még az első generációs DCT-k, ezek még nem voltak annyira kifinomultak, de nem kell váltani. Az igaz. F750GS. Már nem csapozni, hogy nem tudom. A két hengeres az biztos. 650. 650. 650GS, igen, mert hogy itt már a 750-es volt a nagyobb. 850-es volt itt a nagyobb. Igen, de ez is 850-es. Egyébként igen, csak papíron van ledegradálva. Már alacsonyabb a teljesítmény, vagy nem felejtő felszereltségben is vannak különbségek. Tehát tárcsafék is csak egyúzott ráelől. Különben ez egy nem... Szerintem ez a 650-es is egy jó motor, a 850-es verziója meg egészen jó motor. A 850GS például aztán a drótkülös kerékkel van meg egészen. Igen, sokan igazából itt a sor 2-es GS-ek közül siratják is vissza igazából a 850-est a 900-as után, mert az egy terepre jóval alkalmas a motor volt, nagyobb rugótakkal. Na, a 850GS az túránduló. Így van. Az egy viszonylag könnyű motor, én azzal mentem terepen, és élmény volt vele. Jó, terepen földutaztam vele viszonylag sokat, élmény volt vele ott kicsit randalírozkodni, meg szerintem az egy olyan jó kiállású motor. Ez a kis 650-es a rossz kiállású, ezek az alukerekek, meg ez látszik azért, hogy mire gondolt a költő, mert ezek azért annyira nem enduro gumik, amit ezen vannak. Bár nem is, de lehet, hogy gyári szerelés, a fene se tudja. Kezdőknek jó szívvel tudom ajánlani. És boxer hangja van. Mert olyan a főtengely elékelése. Ezt mindig keverem, 180 fok, vagy nem? Hát a 180 fok az, ami együtt jár, a 270 a Yamahájé, ezt most éppen nem tudom, hogy csinálták, de szempont volt, hogy a sor 2-eseknél boxer hangjuk legyen. Így van. És a sajtóanyagban. Sikerült is elérni. Hát a klasszik Africa Twin. Ami meggyőzőes, hogy ez egészen a lista végén van, mert úgy néz ki, hogy a 750-es Afrikák azok sikerültek. És ez 2000-es évjárat. Följebb kúszni. Mint a korabeli varadérók, jóval magasabbra. Nem is nagyon van belőlük, mondjuk tényleg nehéz találni őkben. Nagyon szépet belőlük, de azok ilyen másfél. És szerintem nem hiszem, hogy sokkal olcsóbbak lennének a jövőben. Ez a klasszik, ez a, amit lapozgattunk annak idején még ilyen motorkatalógusokat, és akkor... Ez a rally motor és maga. És akkor rally, igen. Úgyhogy hozzáteszem, ez sem egy kimondottan könnyű motor, de ugye ezekkel a felszerelésekkel, de tényleg úgy gondolta az ember, hogy akkor most megy a sivatagba azonnal. Így van. Akkor sem csak a boltba mész fel a sarokig. Ez is még karburátoros, viszont a blokja az egy nagyon finom, tehát hogy az a... Nem az a nagy ezres V2-es, mint a Varadiro, ez egy sok, tehát
olyan puhább az egésznek a gázreakciója. Nyilván ez a karburátoros érának már a legvége. És tökére fejlesztették már ezeket a dolgokat. Úgyhogy Afrikát csak akkor lesz, hogyha nagyon sok pénzt vagy hajlandó kifizetni érte. És akkor az előbb emlegetett 800GS, ami jó. Ami jó. Tehát itt már inkább másfél millió felett járunk. Sőt, egy frászt. Csabi ide írta nekünk, hogy az Afrika Twin 1,7 millió. Ennyi, igen, az annyi. 1,7 millió. Mondom, hogy 2000-es évjárat, és milyen furcsa, hogy ennyi. És a 12-es GS is mondom, hasonló árszinten mozog akkor, vagy innen felfelé. Ugye ebből is volt nem ABS-es, de ha lehet, inkább akkor vegyetek belőle ABS-est. És feketét. Ez miért nem jó? Nem tudom, én feketével mentem, nekem azt tetszik. Ennek is a tankja hátul van, nem a hagyományos helyen, viszont elő nincsen semmilyen tároló, csak a légszűrő van. De ez mondjuk sok mindenben nem kell, hogy megakadályozzon bárkit. Ez elég erős, elég agilis. Szerintem ez egy jó kompromisszum, hogyha tényleg egy olyan terep képességekkel rendelkező túrándulót keresel, az érdemes ebben a motorba gondolkodni. És hát azért választék is van belőle. Tehát ez már az itt a 2010-es évektől most már ott kezdtek el tényleg nagyon teret hódítani a túrándulók. Úgyhogy... És akkor majd itt szeretném a kommenteket, hogy BMW bérencek vagyunk. Hát erről van szó, hogy igazából ez egy jó eltalált motor. Szerintem sokkal kevesebb van belőle, mint amennyit indokolna mondjuk a... Tehát, hogyha valaki tényleg ilyen túraendúrot keresne, akkor ebből sokkal több lenne. Zárjuk így röviden a dolgot. Valaki ezzel tényleg le szeretne menni az útról, és azt keresni. De hát látjuk, hogy ez is még egy gyári fotó, hogy még itt a 21-es kerék ellenére is egy ilyen abszolút utcai gumi van rajta. Igen. Jó, hát ennyit tudunk nektek segíteni, mert ha e fölé megyünk, akkor utána elszabadulnak az indulatok. Persze ott hegyekbe találnánk GS-eket például, a GS-eknek mindenféle változatát. V-stromot, nagyon sok V-strom. És akkor meg az újabb V-stromokat, a 1050-eseket, egyebeket, de legalább nem kell elmondjuk azt, hogy igazából azt mai napig nem értjük, hogy azok a... Mert, és akkor mindig jönnek, hogy Hecklingenbe ittottam ott meg a Dél-Afrikába, de és akkor láttam azokat a videókat, amúgykor néztem egy ilyen... Különben gyermekkorom disznótorai jutottak eszembe, amikor öten fogják le a szerencsétlen jószágot. Na ilyet láttam, csak egy GS hevert a sárba, és öten próbálták kitúrni onnan. Tehát egyszerűen nagyon nehezen tudom elképzelni, hogy az egy átlag motoros, egy átlag gyakorlattal mondjuk gond nélkül átmotorozza Afrikát külső segítség nélkül. Egy nagy GS tulajjal beszélgettünk pont a Hecklingen Enduro Parkra, hogy miket meg lehet csinálni ott a GS-en, meg mindent, de mondom a saját oddal, jó, ne! Jó, hát nem tudom, hogyha még van témaötletek ebbe, ezek után is, hogy ennyire szakértem a túrándulókat, és kiveséztük, nyugodtan presszionáltok minket. Következő adásunkban a magfúzióról fogunk. Nékid, csináltuk egy nékidest is, hogyha úgy van. Vagy nem tudom, dobjatok témát, és akkor elmélyülünk ebbe, elgondolkodunk. Végülis tudunk, tehát ötleteink vannak, gondolataink, akár a magfúzióról is, vagy térgörbületről is. Szerinted is fekete lyuk lesz, ha bekapcsolják ezt a motyót? Azt nem tudom, hogy bekapcsolják. Nem lehet, nem lesz értelme, túlendókról sem beszélni, mert csak... Szerintem most már túl vagyunk egy kicsit azon a... Elértük gyakorlatilag a csúcsot, de ez 5 perccel. Úgyhogy köszönjük szépen, hogy itt voltál, gyere legközelebb is. Sziasztok!